Sziasztok! A Filmmakers Handbook Sandbook könyvösszefoglalónk 8. részében a forgatókönyv fejlesztésével, vizuális, stilisztikai megközelítésekkel, a stáb felépítésével, a csapó működésével, a forgatás menetével és a continuity scripttel fogunk foglalkozni. Vágjunk is bele! A projektfejlesztés, na most hogyan lesz egy megálmodott filmből realitás? Ugye a legfontosabb, legelső kérdések egyike, hogy ki a közönségünk? Kiket fog legjobban érdekelni a projekt, és ki fogja a gyártást támogatni, és kik lesznek a forgalmazók? Ugye a folyamat nagyon-nagyon leegyszerűsítve, ugye először egy írót alkalmaznak, aki egy treatmentet készít, majd az első változatát a forgatókönyvnek, amit ugye felülvizsgálnak, javítanak, és úgy jutunk el annak végleges verziójához. Ugye természetesen ez a folyamat egy ennél jóval részletesebb, lépésről lépésre véghezvitett struktúra, ugye lefektetve az alapokat, még azelőtt, mielőtt konkrét leírásokra, dialógok megfogalmazására kerülne sor. Ugye meghatározott útvonal nincs, és a film elkészítése ugye rengeteg kitérővel, zsákutcával, elutasítással és sikerrel is jár. Na most a forgatókönyv projektfejlesztés része. Na most mi az outline? Ugye az outline rövid paragrafusokba szedve a főbb sztoripontokat tartalmazza. Dialóg nélkül, minimális leírásokkal. Struktúrát és cselekményt ad a filmnek, de részleteket nem közöl. Ugye ennek egy olcsó megoldása, hogy egy 3x5-ös kis kártyákra minden jelenetnek a bítjeit felsorolják. Majd ezt egy táblára kitűzik, így látják lényegében az egész struktúrát egybe. A beat sheet, ugye bizonyos értelembe véve, még csupaszított a verziója az előzőnek. Lényegében egy felsorolási lista a történet főbb kulcspontjairól. Ugye ezek a főbb kulcspontok a beatek. És minden felvonás szekvenciájának. Tehát a beateknek és a szekvenciáknak. A step outline, ugye ezt még a forgatókönyv első verziója, vagyis a first draft előtt írják. Minden tervezett jelenetet tartalmaz, dialógok nélkül. A már korábbi előadásban említett treatmentről. Na most a treatment paragrafusokba szedett, jelen időben megfogalmazott anyag, amely a történetet körvonalozza egy rövid sztori formájában. Hasonló ehhez a summary. Hasonló, de ez egyoldalas. Ugye ezeket például vezetőknek, olyanoknak, akiknek nincs ideje egy teljes forgatókönyvet elolvasni. Tehát nekik szánják. A logline az egyetlen, figyelemfelkeltő is bekezdésben írja le a történetet, ugye lehetőség szerint egy mondatban. Na most a full proposal, amely különböző típusú adománygyűjtésekhez szükséges. Olykor készítenek előzetest, ugye trailer, ugye ezáltal a film befektetői számára érzékeltetik a film forgalmazásának, marketingelésének módját. Ugye vannak, akik a projekt korai szakaszában szeretnek már blogolni, weboldalat nyitni, videókat közzétenni, tweetelni, vagy más típusú online promóciót végezni. Míg mások őrzik ötleteiket, míg a gyártás valóban el nem kezdődik. Ugye a forgatókönyv formátumára sztenderdek vonatkoznak. Ugye ehhez érdemes kimondottan forgatókönyv gyártására írt szoftvereket alkalmazni. Ilyen például a Final Draft vagy a CELTEX. Ugye első körben a kamerára vonatkozó és a jelenet rendezésével kapcsolatos információkat a forgatókönyvből mellőszük. Ugye itt ami a lényeg, hogy a sztori működő képességét kell megmutatni. Ugye a későbbiekben készülő úgynevezett shutting script már tartalmaz ilyenfajta instrukciókat. Na most pár konkrétum, hogy hogyan is néz ki egy forgatókönyv. Ugye itt látunk egy példát. Amivel kezdődik minden forgatókönyv a fade-in. Ugye ezt magyarul felblendének hívják. Ugye minden jelenet tartalmaz egy fejlécet, ez egy rövid, lehetőség szerint egysoros leírás a helyszínről, az elején ugye, hogy kinti, jelen esetben, exterior, vagy interior, ha benti. Illetve a napszakot is szokás feltüntetni. Na most a cselekmény, az akció található ebben a formában alatta, ugye transition, tehát áttűnés kategória kattó, ugye karakter neve, itt ugye megjelenik a VO, vagyis a voice over, ugye ez azt határozza meg, hogy hol van a karakter. Ugye magyarán mondva a voice over a narráció. Ugye a karakter alatt amit mond, és ugye itt érdemes megjegyezni, hogy általában a subtextek nevezett mélyebb tartalom fejezi ki, hogy valójában mit fejez ki, mit akar mondani a karakter. És magában a szövegben pedig inkább egy felszínesebb csevegés. Hiszen ugye maga, hogy hogyan mondja a karakter, tehát a tónus, a kifejezés, a különböző gesztusok, a ritmus és egyéb nonverbális kifejezések jelentik, hogy mi az, amit közöl valójában a karakter. Na most az úgynevezett zárójeles, ugye itt a karakter alatt. Ugye ez arra utal, hogy hogyan, miként mondja a karakter. Előkerülhet még interkát, ugye közbevágás, Ugye arra utal, hogy egy több helyszínes jelenetről van szó. Tehát több helyszínes jelenet és bevágások következnek. Itt ugye megjelenik alfejléc, ugye alapból minden jelenetnél van egy főfejléc vagy a fejléc, de megjelenhet alfejléc is. Ugye ezeknek a lényege, hogy a helyszínbe kis változtatás történik. Na most beszéljünk akkor picit a shutting scriptről ugye ez már tartalmaz specifikus kameraszögeket, és több részletet a cselekményre vonatkozóan. Ugye minden jelenet számozott, rögzített, ahogy itt a példában is látjuk, viszont lehetőség szerint oldalszámokkal együtt rögzített, így bármely változtatás az egész újra nyomtatása nélkül beilleszthető. Mondjuk vegyük a hetes példát. Ugye ez a hetes számú felvétel, egy long shot, vagyis egy totál, oldalirányú kameramozgással, tehát egy oldalra svenken. Ugye pen, ugye azt megbeszéltük korábbi előadásban, hogy tehát rögzített kameraállásból történik. Tehát egyfajta pásztázás. Ugye egy leírás, Amanda jön a munkából és elkezdi a vacsoráját készíteni. Emellett még az is megtalálható, hogy mennyi ideig tart, tervezetten, illetve hangra vonatkozó információ. Na most a producer vagy a forgatókönyvíró víziójával kezdődik egy konkrét projekt. Ugye ezeket leírnak, majd közreműködőknek, befektetőknek lekommunikálnak. Ugye a produkciós csapat tagjai pedig a rendező irányításával kamatoztatják szakértelmüket. A díszlettervező tervezi meg a film fizikai tereit, valamint egyéb vizuális elemeket a helyszíni képviselőjével. Ugye a helyszíni képviselője neki az art director. Ugye a jelmeztervező az a ruhákért, az operatőr pedig a rendezővel az optikák kiválasztásáért, a világítási stílus megalkotásáért és a kameramozgatásokért felelős. Na most kiinduló pontként a projekt megvitatásához és persze az adománygyűjtéshez hasznos lehet a referencia anyagok összeállítása. Ilyen lehet például egy lookbook. Na most ennek segítségével itt megjelenhetnek festmények, fotók, Létező filmjelenetek, akár hirdetések, színészekről snittek, magazinokból kivágatok, stb. Tehát lényegében ez a lookbook egy elővíziót ad a tervezett filmről. Na most a terepszemle és a díszlettervek kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a snitteket, szereplőket, valamint a kameramozgásokat megtervezhessék. A floor plans and sketches hasznos dolog. Na most hasznos, hiszen egy legegyszerűbb megoldás a vázlatkészítés az egyes kameraszögekből. Ugye az egyes kameraszögekből az adott objektívek révén. És ami itt az ábrán látható, az úgynevezett floorpen. Itt megtalálhatók, ugye, felülnézetből egy adott jelenet esetén a főszereplők, a kamerák, ugye ehhez tartozóan, hogy milyen beállítást használ, valamint a statiszták. Ugye emellett pedig a különböző mozgások. Na most a storyboard. A storyboard snittenkénti rajzok, ugye a tervezett kameraállásokról és a cselekményről. Ugye mindenek előtt a komplex snittek esetén, illetve a sok vizuális effektet tartalmazó jeleneteknél lehet ez hasznos. Ugye itt például a karib tenger kalózaiból láthatunk egy példát. Ugye lehet ezt kimondottan kézzel rajzolni, vagy olyan szoftverek nyújtanak segítséget, mint a Storyboard Quick, a Storyboard Artist, vagy akár például Poser, Frameforge, Adobe After Effect. Ugye fontos letisztázni, hogy a filmipar biznisz, ugye kezdőként elsőként egy önfelett művészi tevékenységre gondol az ember, de arányaiban viszont szinte végtelen üzleti tevékenység, üzleti munka és egy rövidebb kreatív munka periódusok váltják egymást. Ugye minden film esetében, a legnagyobb kihívás, ez gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy milyen szinten történik, az a finanszírozás kiarcolása. A finanszírozás kifejezetten nagy kihívás a független filmek esetén. Ugye a független filmeket a stúdiókon és nagy szervezeten kívüli finanszírozással oldják meg. Ugye a játékfilmek esetén hatalmas előny lehet, a mondjuk a szereplőosztásban egy ismert név van, vagy valahol a stápa. Ugye ezzel további más hírességek is bevonzhatók hiszen jelentősen megnövelheti értelemszerűen a film iránt érdeklődést. Ugye a finanszírozók pedig még egy ilyen erősen megjósolhatatlan biznisz esetén is, amennyire lehet, a biztonságra törekednek. Ugye sokszor a filmkészítők számára egy ördögi kör jelenik meg. Ugye X mennyiségű pénzzel XY színészt megnyerhetnének, vagy rendezőt, stb., vagy forgatási helyszínt, ezt meg azt a helyet használhatnák, és a többi, és a többi, de ha ezek lennének, akkor meg lenne pénz. Na most nézzük át a stáb és a gyártási munkálatok felügyelői közé, kik tartoznak és mi a fő feladat. Ugye a fő producer, ezt executive producernek nevezik. Ugye szervezheti a finanszírozást, vagy más módon tud hozzájárulni a produkciók előkészületeihez. Ugye a producer, aki pénzt gyűjt. Neki a rendező, a forgatókönyv, a színészek összeszervezése is a feladata. A producer ő, aki felelős a büdzséért és magáért a produkció egészéért. Felvehet, elbocsáthat személyeket. Ugyan a rendező a produkció egységéért felelős. Gyakorlatilag a filmes csapat koordinálása a feladata. A forgatókönyvet lényegében vizuális nyelvre fordítja le, rendezi a színészeket. Megrendezi emellett ugye a jeleneteknek a kamera beállításait. Az első asszisztens, az első asszisztens, vagy First Assistant Director, First AD, ugye biztosítja, hogy ütem szerint menjen a forgatás, valamint rendet tart a forgatási helyszínen. A másod asszisztens, Second AD, aki felügyeli az úgynevezett call sheetet, vagy magyarul diszpót, és ugye biztosítja, hogy a szükséges színészek a megfelelő időben jelen legyenek. A scriptes, vagy script supervisor, aki felügyeli, hogy minden a forgatókönyv szerint menjen végbe, a kameraszögektől az előírt frizurákig. A felvételvezető, unit production manager, UPM, aki felelős a produkció és a külső munkaerő, illetve a beszállítók közötti kapcsolatokért. Ugye ő, aki az első asszisztenssel dolgozik, a forgatási ütemterv fenntartásán. Ugye a főgyártásvezető vagy line producer, aki hasonló feladatokat lát el az előzőhöz. Tehát felügyeleti szerepkörben van. Az ügyintéző, production coordinator, aki különböző típusú szállításokat intézi. A helyszínfelelős, helyszínfelkutató, Location Manager, az lényegében megtalálja a szükséges helyszíneket a forgatásra, és segít a logisztika megtervezésében. Ugye az operatőr, Director of Photography. Ugye itt a snittek megkomponálása, a kameramozgás tervezés, megvilágítás kigondolása, és mindezeknek a rendezővel konzultálva történő, tehát megvitatása a lényeges. Ugye kisebb tél, a DP vagy DOP, kezeli a kamerát is. De nagyobb produkcióknál már ez az úgynevezett camera operator feladata. De fontos az assistant cameraman, vagy first AC, aki a fókuszt kezeli, valamint menedzseli a kamerával kapcsolatos felszereléseket. A second assistant a csapót kezeli. Betölti a filmet, ugye filmes kamera esetén, és a kamera jelentést vezeti. Ugye ez a camera report sheet. A fővilágosító Goffer és hozzá a szerelők a DP, vagyis az operatőr irányításával a világító egységeket helyezi ki. A Best Boy a világosító csoportvezető. Ugye ő az említett Gaffernek segítkezik a kábelek és a világítás bálításban. Na most a bűnés. A bűnés, vagy angolul grip. Lényegében eszközöket mozgatja, kellékeket helyezi el, álványokat, rigeket épít, a kamerák és a világító egységek részére. A hang részleg. Na most a sound recordist, vagyis a hangmérnök által vezetett. Ugye ő rögzíti a hangot, rendezi a mikrofonost, ugye boom operator, és ez a boom operator pedig, aki pedig manőverezik a mikrofonokkal, néha a kábelest is asszisztálja. Na most megjelenhet egy második egység is a forgatásnál, ugye second unit. Ugye kaszkadőrökért, tömegjelenetekért, harci jelenetekért és speciális effektekért felelős általában. Ugye ezeknek a jeleneteknek önálló rendezője és kamerastábja is van. Ugye amit fontos kiemelni, ez részben már előkerült, de a stáb részlegekre oszlik. Ugye ezeket departmenteknek hívják. Ugye itt kamera, hang, árt, ruhás, stb. Ugye lényeges, hogy mindegyiknek van vezetője. Ahogy mondtuk például, ugye az operatőr, vagy a director of photography, a kamera department vezetője. Most nézzük meg a csapót. Ugye a csapó célja a hang és a kép szinkronizálása. Amennyiben ugye a hangrögzítés külsőleg történik. De, ha csak kamerával történik a hangrögzítés, akkor is hasznos lehet a csapó használat. Hiszen a jelenet és a felvételszám azonosításához kitűnő. Na most a produkciós cég, a projekt neve, a rendező, az operatőr, a jelenet, a felvételszám és a dátum, amiket hagyományosan feltüntetnek egy csapón. Ugye, hogyha több kamera van, akkor betűkkel, ABC és a többi, tehát ezzel jelölik, hogy melyik kameráról van szó. Ugye a roll, az a filmszalagra innen ered a neve, de a memória kártyára is utal, hogy melyikről van szó. Na most hogyan kezdődik el egy felvétel? Ugye a rendező bejelenti a soron következő felvételt. Ugye ez, ugye amikor kísérletet teszünk a megvalósításra, azt a ték jelöli, a ték szó. -so. Ugye tehát a rendező asszisztens a last look szal jelzi, hogy fejezze be mindenki az előkészületeket. Az AD, tehát ugye szintén a rendező ezután csendet kér, és mondja, hogy sound. Ugye ezzel elkezdődik a hangfelvétel, majd a felvételt készítő a speed kifejezéssel jelzi, hogy tehát forog a hang, megy a felvétel. A rendezőasszisztens ezután a kamera kifejezést használja. Ugye az operatőr, hogyha elindult a felvétel, a speed jelzi, vagy a rolling kifejezéssel. Ugye az AC, vagyis nem az assistant director, hanem az assistant cameraman, az hangosan felolvassa a jelenet, és a felvétel számot a csapóról, majd a Mark marker kifejezéssel, ugye segítve a vágónak a hang megkeresését, összecsukja a csapót. Ugye amikor ez megvan, akkor a rendező az Action, vagy a tessék bemondásával indítja a jelenetet. Normális esetben, amíg a Cut szóval nem él a rendező, addig mind a hang, mind a képfelvétel megy. Ugye a felvétel elkészültével a scriptesnek vagy az erre kijelölt embernek jelzi, ha jónak tartja a felvételt, ugye a rendező. Ugye magát a csapót alapvetően felvétel elejé használják. Erre a head slate kifejezés utal. De létezik tail slate is, amit általában meg nem tervezett dokumentumfilmes körülmények között a jelenet végén használnak. Na most a continuity script. Ugye a scriptes egy jelzésekkel ellátott forgatókönyvet is készít, amelyen feltünteti, hogy milyen kameraszögekkel került leforgatásra az adott forgatókönyvi oldal. Ugye ez hasznos, hogy mi az, ami megvan, és mi az, ami még hátra van. De a vágónak is informatív. Ugye ez a dokumentum, amely listázza a kép- és hangfelvételt a felvétel sorrendjében, de legalább a kiválasztott felvételekre. Végül egy példa a camera reportra. Minden felvételre történő kísérletről beszámol. Tehát mondjuk a 22-es esetében, 22-es jelenet esetében 5 próbálkozás volt, ebből a 3-as, 4 ítélik a leghasználhatóbbnak, ami közül a legjobb a 3-as. Ebben a videóban lényegében ezeket szerettük volna elmondani. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, Tartsatok velünk legközelebb is! Sziasztok!